Az idei évben is különleges virágok rendezett kertek tulajdonosai neveztek a Tetszebbi a Városod település szépítő versenyre, melynek eredményeit a Ladányi nyár záró rendezvényén augusztus 20-án hirdette ki az önkormányzat. Évről évre egyre többen jelentkeznek a felhívásra, és a korábbi évekhez hasonlóan a Városvédő és Szépítő Egyesület egy dísztáblát adományozott a nyerteseknek, melyet a házuk falára tudnak helyezni. A megmérettetésre nevezett kertek mind más stílusúak voltak, éppen ezért a zsűrinek igen nehéz dolga volt az elbírálásnál. Tudtuk meg László Jánostól, az egyesület elnökétől. Minden évben nagy számú jelentkezőt tudhatunk, így aztán meglehetősen nehéz is a válogatás, hiszen végig kell tekinteni ezeket a kerteket, megszemlélni, megismerni a kert létrehozásának a motivációját, megismerni a növényállományt, aztán ezek közül kiválasztani azokat, amelyek a legszebbek. Tulajdonképpen már harmadik éve nem hirdetünk külön kategóriát, keressük a legszebb díszkertet a városban, így gyakorlatilag bárki jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy a munkája gyümölcsét szívesen bemutatná a városnak. Maga a városszépítés nagyon népszerű településünkön. Valójában ez egy normális emberi tulajdonság, hogy szeretjük azt, hogyha körülöttünk a környezetünk az rendezett, ápolt, szép formát ad. Nyilván az erre való törekvés, mint emberi igény, igen nagy számban jelenik meg a település portáin is. Azt gondoljuk, hogy ez hozzájárul a településünk arculatának a formálásához, vonzóbbá teszi, ezért egy ilyen program keretében szeretnénk elismerni a lakosoknak a befektetett munkájukat. Az idei évben nem voltak nevezési feltételek. A jelentkezési határidő után a bíráló bizottság tagjai előre egyeztetett időpontban felkeresték a versenyzőket, és megtekintették az ingatlanokat, valamint azok környezetét. Tudtuk meg. Nem voltak a nevezésnek feltételei, gyakorlatilag bárki benevezhetett. Valójában az sem volt meghatározva, hogy milyen formában, milyen stílusban kell. Igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan építik, szépítik az emberek a portájukat. A szemlék azok nyár folyamán történtek. Mi külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy ha valaki díszkertet ápol, az ne csak a tavaszi nyár elejé időszakban legyen szép, hanem egész évben. Ezért is szoktuk a nyár második felében végrehajtani ezeket a szemléket. Az idei év nyertesei Özvegy Borbé Károlyné, Egri Benyámin, Kurusz Lajosné, Matkó József, Orbán Éva, és az év díszkertjét Matkó Levente kapta. A nyerteseket egy oklevéllel és egy dísztáblával ismerjük el. Ezek a dísztáblák falra, kerítésre szerelhető dísztáblák. A díj annak a lelkiismeretes munkának az elismerése, amely sok időt és nem kevés anyagi ráfordítást igényel. A település szépítő verseny immár hagyomány Püspökladányban, így a következő évben is várja a lelkes kertészek jelentkezését. Nagyon nehéz helyzetben volt a zsűri, hiszen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy minden kert a tulajdonosának az egyéniségét tükrözi, és emiatt teljesen különbözőnek is egymástól. Valójában inkább igyekeztünk egyfajta harmóniát keresni. Próbáltuk megtalálni a tulajdonosok motivációját az általuk választott növényállománynak, illetve az alkalmazott egyéb kerti eszközöknek, anyagoknak a választásának a motivációját, illetve kerestük azt, hogy maga a kert funkcionalitásában milyen szerepet tölt, mit szántak neki a létrehozói. Természetesen igyekszünk jövőre is alkalmat találni ennek a programnak a megszervezésére. Mi úgy látjuk, hogy van igényre, és várjuk, szeretettel várjuk azokat, akik szívesen megmutatnák a díszkertjüket a város lakosai számára. Kurusz Lajos négy férje és gyermeke nevezte be a versenyre. A portára betérőket egy színpompás virág kovalkát fogadja, amely már első látással lenyűgözi nézőjét. Tovább szemléve a kertet kibontakozik a tulajdonos szándéka, az erőltetett növényfajok és virágformák virágszínek kapcsolatát tekintve. Szeretném megmutatni akkor a kertemet, mivel hogy beneveztem a szép kerteknek a pályázatába, és szeretném megmutatni ez a tér, ez az előtér itt, ilyen feljárószerűség, itt kezdődik nekem meg a virágos kertem. Most lényegében muskátlik vannak, amit nagyon szeretek, mert ezek nagyon hálásak és szépek, de található itt másmilyen virág is, a vinka, az is egy nagyon szép virág, ami nagyon sokat bír a napon.
és akkor itt kezdődik nekünk a ház előtt, ez a virágos kert, ami itt látható, ott van egy tujasorunk, ami az nagyon szép, nagyon szeretjük, és hát örömüket eljük ebbe az udvarba, mert nagyon sok szép virág van. Nagyon sok munka van vele, de nagyon szépek. Itt található a kakastori, ami gyönyörű. Ezt még az édesanyám valamikor hozta a magját, és ezt azért is nagyon szeretem. És akkor itt van még ez a virágos kert. Itt találhatók egynyáriak és évelők. Az évelők után mindig ültetünk egynyáriakat, mivel hogy az évelők nagyon hamar elmennek. Hát lényegében tavasszal kezdődnek, ilyenkorra már nem sok évelő van, és utána egynyári virágok vannak benne. Hát itt is a muskátli, mivel hogy én nagyon szeretem a muskátlit. Nálunk nagyon sok muskátli van, közel 40 cserép muskátli van. Ez különböző fajtájúak, van futó és van álló. Kurusz Lajosné számára óriási segítség a kertészkedésben családja. Mintegy 10 esztendeje ültették az első tujákat, azóta számos növény került a kertbe, melyek egészségesek és olyan harmóniát árasztanak, amely miatt méltán megérdemli a szép, rendezett port elismerést. Ez körülbelül 10 éve kezdtük ezt a tujasort, elkezdtük itt ültetgetni. Van segítségem a párom, hát meg a gyerekek is beszoktak segíteni, de lényegében a párom. Ő az, aki mindenben segít nekem. És akkor, hát következik ez a rész, ahol itt az alsó épület, itt járunk be hátra, itt is vannak virágok, mindenfajta. És akkor még jön ez a középső rész, ahol van egy sziklakertünk is, de most annyira nem látszik a sziklakert, mert ezek a virágok most nagyra nőttek, és ugye eltakarják, de itt is látszanak, itt is nagyon sok muskátlim van, és hát ezt igazán nem tudom, azt mondják, hogy ez a Kleopátra tűje, ez a virág, az a neve, nem biztos, mert nem vagyok egy szakértője a virágoknak, csak ültetgetem, és szeretem. A településszépítő versenyre 5 év után Matkó József újra benevezett. A portály gazdálkodó család portálya, a példás rendben elhelyezett gépek és eszközök elkülönülnek a család pihenésére, illetve a portály díszítésére szolgáló telekrésztől. A ház előtti utcarész is rendezett, melyet felesége mutatott meg kameráknak. Itt valamikor nekünk gyümölcsfák voltak, és ezeket a gyümölcsfákat kiszedtük, ahogy készen lett nekünk ez a kerítés. A járdát megcsináltuk, és itt maradt nekünk ez a tér, ami valamikor füves volt. És úgy döntöttük, hogy na tényleg ide egy virágos kertet csinálunk, amiben nem csak egyfajta, hanem mindenfajta virágot raktunk. Nagyon szeretem a karnavirágot, szeretem a rózsát, kivételesen nagyon szeretem a muskátlit, és az látszik is, hogy itt lényegében az udvarban a muskátli, ami a domináns. De ezeket ugye én minden évben újat veszek, mert elég nehéz azért őket kiteleltetni. Ez a kannavirág, ez rettentő sok vizet igénye, tehát ezeket minden áldott nap a férjem locsolja, és nem egy kannával, szerintem két kannával is kaptak, mert ekkora hatalmas a sárga például, sose szokott megnőni. Gondolom most az időjárás is egy kicsit besegített, de most ezek nagyon-nagyon-nagyon szépen nagyra nőttek. Ez ilyen kisebb törzsű szokott lenni, pirosba is van, csak az már elvirágzott. Az udvaron kialakított kert nem hivalkodó eleganciát sugároz, de merevségét megtöri az egyszerűbb, vidékies hangulatú növények alkalmazása. Ugyan ezek a virágok vannak itt is lényegében. A rózsa az, ami túlnyomó részt dominál ezen a részen, csak hát ugye ezek is már elnyertek. Ezek nagyon szépek voltak, mikor mind tele volt virággal, csodálatos. Ez egy fekete színű, nem is tudjuk, hogy honnan vettük, de valami gyönyörű szép rózsa. Hát ugye ezek az álló liliomok, nem a futó liliomok, vagy a álló muskátlik, a futók azok fönt vannak jobban. Ide szegénynek pedig ezt a kis mézvirágot raktam, mert ez nagyon hálás, és nagyon kellemes illata van nyáron is, meg még most is érzik, az illata nagyon szépen virágzik. Igen. Jó, hát igen, és ez a pihenő részünk, meg a gyerekeknek a játszó része. Tehát itt alakítottuk ki a gyerekeknek a játszóteret, meg körülötte ugye ezt a kis zöld területet, hogy azért legyen már ilyen is a gyerekeknél.
Tehát mindig szeptemberbe, októberbe szoktuk nyírni, úgyhogy ezek most következnek arra, hogy oszlopra legyenek nyáron lenyírva. Nem szabad, mert akkor annyira meghalnak a hajtások, hogy nagyon vissza is most olyan szépek, hogy majd most elmentek a melegek, akkor... Jó, hát rengeteg vizet igényelnek, én naponta, tehát minden reggel úgy szoktam, 6 órakor felébredek, és akkor hozzákezdek virágot locsolni. Mert ezeket csak locsolóból nem, tehát nem a kútvízből szoktuk locsolni, az utcai az arra megy, de a föntit is, az emeleti részt és a teraszon, ezt mind locsolóval locsolom. Ezeket is, a hátsó részén is, ugye itt az eső egy kicsikét azért most megnyírbálta őket, mert az eső után jött a meleg, és ugye egy kicsikét azért megsínlik a muskátlik is. Az év díszkártya 2014 címet Matkó Levente nyerte el. A régi parasztház helyén ma egy modern kialakítású családi ház áll. A porta erőteljesen magán hordozza az egykori nemesi kúriák stílusjegyeit, kialakítására az átgondolt tervezés és magas minőségű anyagok alkalmazása jellemző. A családunk biztatására neveztünk be a Püspökladány 2001 év díszkertje pályázatra, úgyhogy nagyon meglepett bennünket, és rendkívül megtisztel a bizottság döntése, hogy nekünk szavazta ezt a címet ebben az évben. A kert részt úgy lehet megbontani, ugye, hogy van a főbejárat, az előkert, a főbejárati részhez tartozó jobb és baloldali előkert. Ezt tulajdonképpen feleségem gondozásában van, ő ápolja, ő díszíti, ő művelgeti az első részt. Az én részem pedig tulajdonképpen az oldalsó smaragdújja sorok, illetve a hátsó gyeprész. Ebben az előkertben találhatóak rózsafák, vinkák, krizantén és buxusok. Fokozatosan történt a kertnek a építése. Először kerültek bele a buxusok, és akkor sorra utána a rózsafák, illetve a vinkák. Valószínű, hogy ennél a virágfajtánál fogok maradni, mert ez nem igényel aránylag sok gondozást, a szárazságot is jól bírja, ami igaz, hogy nem a nyár, a mostani nyárra vonatkozik, de általában azért Magyarországon elég forró a nyár, és nagyon szépen megmaradtak benne, jól is mutat, olyan park stílust kölcsönöz itt a kis kertnek, és hát a gyerekek is besegítenek, sőt a locsolásban, a kis kapálásban, úgyhogy az egész család műveli a kis kertet, és már azt gondolom, hogy már kis gyermekkorban kell a munkára, a munkaszeretetére ránevelni a gyerekeket, amit itt a környező szomszédok is el tudnak mondani, hogy itt a gyerekek azok mindig, és nagy szeretettel készítik, gondozgatják itt a virágokat. Nekem még annyit el kell mondani, hogy ugye a foglalkozásomból tekintve azért elég stresszes munkakört végzek, és így a kertben úgy ki tudok bontakozni, tehát itt egy kicsit feltöltődik az ember, amit általában a kertépítőkkel is tudnak mondani, hogy ez egy kicsit tölti az embert, illetve lenyugtatja. A kert gondosan ápolt, elrendezésében főleg az egyenes vonalak dominálnak, a családi házban egy egységet alkot. A hátsó udvarban pedig egy nagy felületen gyönyörű pázsit került kialakításra. Tulajdonképpen ez az oldalsó rész, ugye itt buxusok, illetve gömtujákat helyeztünk el. Öntözésük ezeknek a növényeknek kézzel történik. A jobb oldalon, itt pedig ugye egy éve telepítettünk le tujasorokat, tujasort, és ennek tulajdonképpen a kultúr állapotban történő megtartása csak úgy tudtam biztosítani, hogy geotextiliát helyeztünk el, majd a tetejére ezt a 4-5 centi mulcsot terítettük szét, illetve egy csepegtető öntözést szoktam, vagy lett alá telepítve, és ilyen lemosó öntözést szoktam alkalmazni, mert ugye az, észrevettem, hogy az nagyon előnyös a növények számára tulajdonképpen. Ugye az első mondataim között volt ugye, hogy tulajdonképpen nem is ez a mi, tehát nem a mi éghajlatunkra van tulajdonképpen ez a gyeptelepítés. Ugye az Angliában sokkal előnyösebb, sokkal szebb képet mutat minden évszakban.
de amit tudok, tulajdonképpen elkövetek vele, ez is öntözőrendszer alatt van, hát megkapja a harmonikus tápanyagpótlást, úgyhogy ennyit tudok rajta. Tulajdonképpen a gyerekekkel együtt gyomlágatjuk, besegítenek szintén, ahogy feleségem mondta, és a hátsó részen pedig mi bokrokat helyeztünk el. És nem csak mi szeretjük, hanem a fecskék is. Igen, igen, igen. Szeretettel. Nagyon sok fecskénk van, reggel arra kelünk, hogy rigók vannak a gyeprészen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. A település szépítés régi hagyományvárosunkban. Az itt élők szeretik a rendezett harmóniát sugárzó környezetet. Városunk önkormányzata mindig elkötelezett volt abban, hogy ezt ösztönözze is, így a Városvédő és Szépítő Egyesülettel karöltve ezében is igyekezett megtalálni a gyönyörű díszkertek közül a legszebbeket, melyeket elismerve szándékozott még nagyobb rangra emelni a befektetett munka értékét. Végezető pedig íme a nyertesek névsora. Özvegy Borbé Károlyné, Nagykárai utca 12, Egri Benyámin, Kecskés Gyula út 5, Kurusz Lajosné, Nagy Sándor utca 22, Matkó József, Kávin János utca 25, Orbán Éva, Bartók Béla utca 57, az év diszkártya 2014 címet pedig Matkó Levente nyerte el.